A Monori Kossuth Lajos óvoda pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus határozott idejű munkakör betöltésére. A pályázatok benyújtásának határidejéről, illetve a részletes pályázati felhívásról a www.monor.hu, illetve a www.kossuthovoda.hu oldalakon tájékozódhatnak. Bőve felvilágosítást Trincsiné Márton Zsuzsanna intézményvezető nyújt a 29-es körzet 410-739-es telefonszámon. A Kövár ZRT értesíti a lakosságot, hogy július hónapban a következő időpontokban szállítja el a sárga zsákos hulladékot. Monor 1-es körzetében július 15-én és 29-én, a 2-es körzetben 16-án és 30-án, a 3-as körzetben július 17-én és 31-én, a 4-esben 18-án, az 5-ös körzetben és Monori Erdőn 19-én, Péteriben és Vasadon július 12-én és 26-án lesz szállítás. A zöld zsákos hulladékot pedig a következő rendben szállítja el a szolgáltató. Monor 1-es körzetében július 8-án és 22-én, a 2-es körzetben 9-én és 23-án, a 3-as körzetben 10-én és 24-én, a 4-esben 11-én és 25-én, az 5-ös körzetben július 12-én és 26-án. Monori Erdőn, Péteriben és Vasadon július 27-én lesz szállítás. Július közepén, egészen pontosan július 13-án újra a városközpontba várják a Fröccs szombat látogatóit. A Kossuth Lajos utca könyvtár előtti lezárt szakaszán 16 órától légvárak és arcfestés várja a gyermekekkel érkező családokat. A vendégvárás 17 órától kezdődik, ahol a monori termelők vendégszeretete és a helyi ízek, zamatok teszik igazán népszerűvé a programot, olvashatjuk Monorváros közösségi oldalán. A színpadon 18 órától a Lurkó zenekar szórakoztatja a gyerekeket, este 20 órától pedig a Dirty Slippers zenél a közönségnek. Különleges, Monoron még soha nem használt eszközzel is találkozhatnak a vendégek ezen a napon. Egy 12 négyzetméteres kültéri lépésálló LED padlót terítenek majd le a Szent István téren. A talajra fektetett kijelzőn különböző ügyességi játékokat próbálhatnak ki, és vidám minták kísérik majd a résztvevők lépteit. Mindenkit szeretettel várnak erre a programra. A Monori Járásbíróság elnöke tájékoztatja a lakosságot, hogy ítélkezési szünetet rendeltek el a bíróságokon a nyári időszakban valamennyi szervezeti egységnél július 15-e és augusztus 19-e között. Az ítélkezési szünet ideje alatt valamennyi ügyszakban ügyeletet tart a bíróság. A Monori Önkormányzat júniusi ülésén döntöttek a Tiszta udvar rendes ház cím odaítéléséről. A következőkben a döntést tekinthetik meg. Tiszta udvar rendes ház elismerés adományozása. Tisztelt Önkormányzat, az idejében 4 pályázat érkezett, ugye mind a 4 családi ház kategóriában. Az illetékes szakbizottság ugye ezeket a pályázatokat megvizsgálta, sőt ugye egy helyszíni bejárás keretében is meggyőződött arról, hogy a 4 pályázó közül melyek azok az ingatlanok, amelyek érdemesek arra, hogy az idejében tiszta udvar rendes ház elismerésben, kitüntetésben részesüljenek. A bizottság 2 ilyen, a pályázók, 4 pályázó közül 2 ilyen ingatlant talált. Az egyik a Kinizsi utca 61 számú ingatlan, a másik pedig a Kisfaludi utca 65 alatti ingatlan. A bizottság, szakbizottság tehát azt javasolja, hogy ezen ingatlanok tulajdonosainak ítélje oda az önkormányzat 2019-ben a tiszta udvar rendes ház elismerést. Aki a határozattal egyetért, kérem az igen gombbal szavazzon. A képviselő testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. Ugye a kolléganőm közben hátulról próbál súgni vagy kérdezni, hogy hol kerül átadásra ez a kitüntető cím. Ugye ez, én úgy tudom, hogy de a jegyző úrtól kérek segítséget, hogy ez nincs a rendeletünkben rögzítve. Viszont ugye tavaly már az augusztus 20-ai ünnepség keretében adtuk át, tehát én azt javaslom, hogy az augusztus 20-ai ünnepségen kerüljön ez átadásra.